A magyar színeket a szlovéniai Radecsében a szába folyó rendezett Horgász csapat világbajnokságon a Perfect Team Armix csapat képviselte. Tavaly hatalmas fölénnyel nyertek Szegeden a klubok országos bajnokságán, így kvalifikálták magukat a nemzetközi eseményre. A Csöregi Balás, Kaló Zoltán, Nagy András, Timár Dániel, Timár Szabolcs, Várszegi Balás összetételű gárdától nem lett volna meglepetés a dobogó legfelső foka sem, állították előzetesen a szakemberek. A verseny úgy összességében jól zajlott, sőt azt gondolom, hogy 30 ország csapata közül másodiknak lenni az egy igazán kimagasló és jó eredmény. Mi, ha őszinte leszek, akkor nyerni mentünk, egy hajszálon múlott, mert másfél ponttal kaptunk ki az első szlovákoktól, de azt gondolom, hogy összességében azért mindenki büszke lehet magára. Várszegi Balázs az első napon hetedikén zárt, mindössze 3 grammal lemaradva a hatodiktól, az ötödiktől 7 grammal, és a harmadik hely is mindössze 30 gramra volt. Rendkívül szorosan alakult a második nap is, ekkor ötödik lett a paksi kiválóság. Elkeseredés az abszolút nincsen, főleg úgy, hogy az első forduló után igazából hetedik helyen fordult a, a csapatunk, és a második forduló igaz, fordulóba igazából egy ilyen kimagaslóan kis pontot összegyűjtő jó eredménnyel gyakorlatilag azt az adott napot nagyon vastagon megnyertük, és így gyakorlatilag másfél ponttal maradtunk le a szlovákoktól. A perfekt Team csapata a sikeres szereplést követően már a magyar bajnokságra készül, amit idén ősszel szolnokon rendeznek. A klubcsapat horgászvilágbajnokságnak 2015-ben a szlovákiai Zsolna ad otthont.